és ebben a pillanatban lehet látni, hogy Donington Parkban elindul a verseny. Monszumos idő van, óriási eső. Láthatjátok, hogy ki vannak gyújtva hátul a féklámpák. Itt egy Salinas 7-esnek a kormányánál ülünk, egy 610 lóerős autóról van szó. Most mentünk el egy 550-es Ferrari mellett. Itt látszik az, ahogy féktávokon csúszkál az autó, ellen kormányozni kell. Most visszaelőzött egy 575-ös Ferrari, és folyik tovább a verseny. Itt ezt a Salint láthatjuk, amit én vezetek külső nézetből. Itt meg is fog egy kicsit csúszni, korrigálni kell majd. Itt történik meg ez a pillanat, és már is mellém kerül majdnem a Lister. Itt ismét féktávon láthatjuk, hogy milyen jól fékezget a gép, kigyorsításnál szintén óvatosan kell a gázra lépni, mert még kormánnyal is nagyon könnyen előfordulhat, hogy a segítségeket kikapcsolva megcsúszik az autó. Itt már Barcelonában vagyunk, és ez egy 550-es Ferrari, amit vezetünk a pálya hátsó szakaszán, a célegyenes végénél. Kifékezek éppen egy pár ellenfelet, és egy 575-ös Ferrari mögé állunk be ezzel az autóval. Szintén Barcelona. Egy Lister próbál minket üldözni. Itt pedig mögöttünk jön egy kék színű Chrysler Viper, ami a külső ívről most egy előzést hajt végre, és nekem megy. Szintén Olaszországban vagyunk. Ez pedig egy Lamborghini Murcielago, amivel a rajt után az Enna Perguzai pályán próbálok előrébb törni. Itt is látni lehet, ahogy a gépi ellenfelek nem után vezetik az autókat, hanem próbálnak lehetőleg helyezkedni szélárnyékba, szélárnyékból kibújni, és onnan elgyorsítva meglépni a másik autó mellett. Itt pedig a fékezésnél történik egy tömegkarambol, amit már nem lehetett kikerülni, és ezért én is belekerültem.